vészharangot kongott Kis László szövetségi kapitány. A teljes úszó válogatott ugyanis összesen két pályán edzhet. Edzők és versenyzők kezdenek kiporulni az áldatlan állapotok miatt. A vonalban Kis László, jó napot kívánok! Sok szeretettel üdvözlöm én is a nézőket. El tudnám mondani nekem pontosan, hogy mi a probléma? Tehát, hogy mi az a minősítetlen körülmény, ami között ugye kell edzeni most az úszóknak? Hát gyakorlatilag augusztus 17-én leültünk, és azt ígérték, hogy a Komjádi úszoda 50 méteres nyitott medencét, amit Császár medencének hívnak, gyakorlatilag befedik balonnal. Na most ez miután nem történt meg, maradt a nyitott úszoda, és miután az idő már nagyon is hidegre fordul, sőt a jövő héten mínuszok is lesznek, hát ebbe komoly edzéseket elvégezni nem lehet. Éppen ezért, és közben kértük az István mezei út 6 pályás medencét, ahol ráadásul válogatott öttusázók is vannak, és hát hogy ezt adják oda, hogy miután amúgy is 25-ös medencékben lesznek az elkövetkezendő versenyek, így a rövid pályás Százhalombattai Magyar Bajnokság, ami van novemberben, decemberben pedig a rövid pályás Európa Bajnokság Izraelbe. Herzlián gyakorlatilag akkor ez egy valamilyen szintű megoldás lenne. Na most utolsó pillanatban tegnap elintéződött, illetve ma reggel, hogy megkapjuk a István mezei utat, tehát azért van már fény, és ami nagyon nagy dolog, hogy a BVSC elnöke fölajánlotta, hogy a BVSC úszodába is ki tudunk menni a Szőnyi útra, és oda tudják délelőtti, illetve reggeli órákba adni a 25-öst, sőt, még az egy 5 pályás különben, igen, ami de, a tribün alatt igen, van, de azt gondolom, hogy ez nonsens volt, nem? Hogy az olimpiai bajnokaink nem tudnak kapni egy-egy sávot, ahol tudjanak húzni. Nincsen pályájuk. Hát igen, azért mondom, mert mi mindenképpen arra számítottunk, hogy minden, az egy megoldás, és ezt minden sportszerető ember tudja, hogy mínusz 1-2 fokba, vagy plusz 10 fok alatt, hát 20 fok alatt nem szabadna különben komoly edzéseket végezni, mert az, hogy kimegy valaki a nyitott medencébe és uszikál egy kicsit, az egy más dolog, de hát itt komoly edzések, intervall munka, ami nagyon nehéz így végrehajtani. Hát ez egyébként veszélyezteti az eredményeiket, a jövőbeli eredményeiket, és esetleg Riót? Hát hogy milyen körülmények között edzene? Ahol, hogy ez a megoldás, és hogy ilyen hamar és léptek ebbe végül is, ez most egyelőre mindenképpen erre a két nehéz hónapra, októberre, novemberre megoldás jelent, és ugye decemberre ígérik, hogy a Tüskecsarnok mellett lévő új 10 pályás 50-es fedett úszoda is kész lesz, hát akkor azért ez megoldást jelentene egyrészt, másrészt pedig igyekszünk a lehetőség szerint az edzőtáborokba, vidékre a versenyzőinket el pattintani, jó, hogy így mondjam. Értem. Úgyhogy ez most jelen pillanatban mindenképpen egy reménysugár, hogy ezt hétfőtől kezdve ezt meg tudjuk oldani a jövő héttől. Legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és ezt elmondta. Én is nagyon köszönöm, hogy meghallgattak.